ugyanolyan fontos mérkőzés volt, mint annó két év a Zaporozsé, akkor is nagyon rossz játékkal sikerült nyerni, de a legfontosabban nyertünk. Most is ugye ez volt, ez a Montpellier, ez hétközben bukott otthon a francia bajnokság, úgyhogy mindenféleképpen javítani akartak, ráadásul ugye BL-ben állnak annyira nagyon jól. Nagyon örülök, hogy sikerült itthon tartani a két pontot. Talán ez volt a szezon eddig legnehezebb mérkőzése. Tény, hogy nem játszottunk jól. Nem játszottunk úgy, ahogy tudunk, de nagyon fontos az, hogy rossz győzelem ellenére is nyerni tud a csapat, ez mutatja igazán, hogy milyen egységes és jó a csapatunk. Nagyon nehéz mérkőzéseket játszunk velük, nagyon jól támadnak egy az egyben, nagyon jól védekeznek egy az egyben, ráadásul eléggé verekedés védelmük van, nem az a játékos védekezés, amit mi játszunk, teljesen más stílus, de fekszik nekünk, mert nyertünk. Megleptek minket, bár engem személy szerint maga az, hogy így alakult a mérkőzés, nem lepett meg. Mindenki azzal volt a mérkőzés, hogy jó, ezeket megveritek, ó, hát ez sima lesz, mert ugye mindenki arra gondol, hogy nem a Barcelona és nem a Kielce, és ellenük is volt szanszunk, illetve nyertünk is a lengyelek ellen, és akkor mindenki azt várja, hogy ez egy sima mérkőzés, és természetesen mi is azt várjuk, csak tudjuk, hogy ezzel rajtunk van a nyomás, és sokkal nehezebb úgy teljesíteni. Ugye a nagyobb csapatok ellen sokszor az van, hogy a bravúrért játszunk, nem pedig kötelező győzelem. És én tudtam, hogy nehéz lesz a mérkőzés. Nagyon nehéz volt, nagyon elfáradtunk, de úgy gondolom, hogy óriási dicséret illeti a csapatot, annak ellenére, hogy tényleg nem úgy játszottunk, mint mondjuk a Kielce ellen, de ugyanúgy ez egy nagyon fontos két pont volt, illetve mondhatom azt is, hogy négy, mert a Montpellierrel lesznek még nagy csatáink, úgy gondolom, a helyezésekért a csoportban. Dolgoznunk kell tovább, a legfontosabb az, hogy a támadást, azt én úgy gondolom, hogy azon kell dolgoznunk, hogy meglegyen azok a kapcsolatok, nem csak egy-két ember között, tehát nem csak individuális játék legyen, hanem tényleg csapatilag térjünk vissza, hogy ne ilyen nyögvényelős, kilódós legyen a támadásunk.